Igen látványos jószága a rackajú. Históriája az időszámításunk előtti 4000-be az ókori Mezopotámiába nyúlik vissza. Őse a délnyugat-ázsiai vadjuh, az arkal volt. A téldereka a bárányok születésének időszaka. Így van ez a Hortobágyon is, ahol az ország legnagyobb rackajuh állománya található. Hortobágyon a Hidi Kutricán vagyunk, ez egy nagyon régi jutartó telep. Maga a telep pár évvel ezelőtt égett, és ez az épület ez viszonylag új. A régi nevét megörököltem, most már nyilván nem egy kutricáról beszélünk, hanem egy nagyon szép állattartó telepről. De, ahogy mondtam az előbb, a neve megmaradt, úgyhogy a Hidi Kutricán nézzük a rackákat. Itt közel 300 racka anya él, ez egyébként az állományunknak a fele. Ezeknek a racka bárányoknak mi lesz a sorsuk? Hát egy részük tenyészállatként itt fog maradni, őbelőlük is tervénk szerint anya fog válni. A kosok kosnevelőtelepre kerülnek, de amelyiket nem tartjuk meg tenyésztésbe, azokat húsvétkor szeretnénk értékesíteni, addigra szépen megnőnek, egy 16-20 kiló körül lesznek.